ez egy, hát egy ilyen keserédes pesti zsidó dramedi, ami egy boxedző, egy idősebb boxedzőről szól, aki már jó pár éve nem beszél a fiával, aki Izraelben ortodox zsidó lett, és amikor meghal a felesége, a fiúnak az anyukája, akkor összezáródnak a lakásban, vagy a házukban, hiszen a zsidó szabályok szerint a fiúnak vallásos gyászt kell tartania. A fiú haza akar jönni sivát tartani, ez egy ősi zsidó szokása, halott házában sivát tartanak egy hétig. És azzal a feltétellel járul hozzá, hogy hazajöjjön a fia, akivel nincs beszélő viszonyban, hogy ha hazahozza az unokát. És akkor elindul egy különös, bonyolult kapcsolatrendszer. Tudtam, hogy mi a zsidóvallás, de az, hogy milyen ágazatai, hogy a neológ, az ultraortodox, hogy miben más, vagy egyáltalán hogy mennek ezek a szertartások, meg az imák, ez baromi érdekes volt ebbe belelátni, és nagyon köszönöm egyébként az összes közösségnek, aki beengedett maga közé. Csodálatos világ ez az egész, és hát azon kívül, hogy mondjuk a kaddist arámi nyelven kell mondani, de hát rengeteg olyan ima van, amit pedig héberül, illetve rengeteg olyan jelenet van a filmben a kisfiammal, aki valóban egy izraeli származású kisfiú, hogy ugyan magyarul is tud, és magyarul is beszélünk a filmben, de hát nagyon sokat héberül beszélünk, illetve a filmben a feleségemet játszó, majd kiderül, hogy színésznő vagy ki lesz, mert még nem vettük föl, de hogy vele is héberül skype-olok, és hogy ez nyilván minél hitelesebb legyen, autentikusabb, de közben az sem mindegy, hogy milyen héber beszélsz, mert ez ugye magyar, aki kiköltözött és kint tanult meg, annak milyen az akcentusa. Két dolog érdekel, tehát én még nem vagyok hívő, de egy zsidó közegből jövök, és nagyon érdekelt az, hogy mitől vagyunk mi magyar zsidók, tehát hogy mitől van az, hogy nem hiszek Istenbe, de mégis fontos azért az, hogy innen jövök, és akkor hát nagyon sokszor van az, hogy itt az Isten hiten kívül meg a holokauszt egy ilyen összekovácsoló erő, de én meg az, engem ez nem ér, tehát hogy nekem ez már nem úgy összekovácsoló, tehát hogy mi az a dolog, amit ennek ellenére mi az a humor, mi az a kultúra, mi az a hangulat, amit én ilyen otthonosnak érzek, és nem is feltétlenül a zsidó, hanem ez a magyar zsidó humor, vagy az egésznek van egy ilyen nagyon specifikus érzése, amit ezt valahogy elkapni egyrészt, másrésztről meg ez a család, a diszfunkcionalitás az, hogy miért beszélünk el egymás mellett, hol van ennek a humora, meg a drámája, és igazából ez a két dolog érdekelt, hogy hogy lehet ezt így ötvözni. Nincs ilyen, hogy hozod a karaktert, hát ez egyetlen szerepnél sincs, hogy hozod a karaktert. Itt például ugye ökölvívó edző, tehát én elkezdtem lejárni rendesen, bunyózni, kő a kőbányai esébe, és a Kovács Marcsi világbajnok keze alá kerültem, és hát nagyon jót tesz, szóval az nagyon jó sport. Már korábban is volt egyszer egy filmem, ahol bunyózni kellett, és akkor is azt tapasztaltam, hogy nagyon kemény sport, és nagyon gyorsan jó alakot csinál, tehát az cserébe visszakapja az ember, ez iszonyúan szálkásít. A szokások, hogy amikor az embernek közeli hozzátartozója hal meg, ha jól tudom, azt hiszem négy, de ebben most nem menjünk bele, akkor meg kell tépni, meg kell szaggatni a ruhát. És ugye nekem a filmben az édesanyám elhuny, és ezért van az ing bevágva például. Tehát ezek mind olyan érdekes, izgalmas kis dolgok, amik, vagy rengeteg olyan szertartás van a filmben, ami például a Havdala gyertya, meg az áldások, meg a mindenféle imádkozások, amik hát baromi érdekes volt ebbe belelátni, megtanulni, és aztán interpretálni. És tulajdonképpen erről szól a film, hogy szembenézzenek a múltjukkal, hogy miért is nem beszélnek ők már ennyi ideje, és hogy elgyászolják az anyukát, és valahogy rendezzék a családi soraikat.